És már folytatjuk is a délelőttöt, hát szuper anyukák ide és fantasztikus anyukák oda, szerintem mindannyian megküzdenek a munka és a magánélet összehangolásának a problémájával, vagy hát nehézségeivel, kihívásaival, úgyhogy most erről fogunk egy kicsit beszélgetni, megoldásokat is próbálunk majd keresni, nyújtani a kedves nézőknek. Itt van már velem a stúdióban dr. Domokos Kata, Life és Business Coach. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Többször beszélgettünk már a délelőttben, talán egy kicsit más aspektusból a munka és a magánélet összehangolásáról. Te miért és hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Miért lett számodra ez egy tényleg egy fontos, egy kiemelt téma? Hát én ugye kisgyermekes anyukákat támogatok coaching módszerekkel. Ez azt jelenti, hogy én magam is dolgozom kisgyermek mellett. Nekem ugye a kisfiam 2 éves, és van 2 nagyobb, egy iskolás és egy óvodás. Én magam már 8. éve otthon vagyok ugye kisgyerekkel, és azért az anyukák, hogyha ennyi időt eltöltenek otthon, egy idő után kezdik azt érezni, hogy kicsit hiányzik az a szellemi kihívás, ami mondjuk a dolgos hétköznapokban, amikor még munkahelyre jártak, ugye a mindennapok része volt. Azért más egy kisgyerekkel otthon lenni, pelenkázni, nevelgetni, játszóterezni, és más az, amikor szellemi munkát végzünk, ami tényleg az agytekervényeket megmozgatja azért. Ezt mondjuk elkezdik érezni az édesanyák, ugye mindenki más, ki fél év után, ki mondjuk 2 év után kezdi el hiányolni a szellemi megterhelést, mondjuk tényleg a fizikai aktivitás mellett. Ilyenkor te mit szoktál tanácsolni? Hogyan kell elkezdeni mondjuk ennek a pótlását? Mert én azt gondolom, hogy kevés anyukának van mondjuk ideje otthon leülni, olvasni, és mondjuk azzal helyettesíteni ezt a szellemi kihívást. Igen, erről a múltkor beszélgettünk, a hatékony időgazdálkodásról, tehát hogy nem mindegy, hogy hogyan osztjuk be az időnket. És én azt szoktam mondani, hogy ugye ha azt nézzük, hogy egy nap 24 órából áll, az tényleg nagyon kevés idő beosztani, de hogyha kisgyerekkel otthon vagyunk, és sok anyuka bizony 2-3 évet is otthon van egy gyerkőccel, illetve hogyha testvér érkezik, akkor ez még hosszabb idő lehet. Tehát, hogyha távlatokban gondolkodunk, hosszú éveket nézünk, azért össze lehet hozni elég sok mindent, akár egy vállalkozást indítani, akár egy jogosítványt letenni, nagyon sokan ilyenkor járnak vezetni, tanfolyamot végezni, tehát sok mindenre ki lehet használni, ha távlatokban gondolkodunk. Itt a tanulás mondjuk kulcsfontosságú lehet? Igen. Tanfolyamokat említettél, meg ugye jogosítványt, én mondjuk még ilyen nyelvtanulásra is gondolok, igen, amit mondjuk esetleg otthonról lehet végezni. Igen, mert sokan azt tapasztalják, hogy abban a munkakörben valószínűleg, ahonnan eljöttek, nem tudnak visszamenni, pláne hogyha egy multiról beszélünk, ahol ugye a munkaidő fölfelé volt inkább rugalmas. Tehát tudják, hogy gyerkőccel visszamenni, számolva azzal, hogy beteg lesz, nem biztos, hogy van kire bízni, nincs nagyszülői segítség a közelben. Tehát, hogy próbálnak az anyukák olyan megoldásokat keresni a visszatérésre, amit tudnak menedzselni a családjukkal együtt, ha esetleg otthon kell maradni, általában az anyukák azok, akik a beteg gyerkőccel otthon vannak. És hát ezt nem szokták például a multik szeretni, ami szerintem azért valljuk be így magunk között disznóság, hogy az édesanyákat mondjuk kicsit hát hátrányosan megkülönböztetik emiatt, hogy hát 3 gyereke van, hát akkor azok biztos egész télen betegek lesznek. Hát igen, sok esetben ez hátrány valóban. Mondjuk ugyanúgy, ahogy a felvételkor mondjuk, nem szabad azt megkérdezni a elbeszélgetés során, az interjú során, ellens interjúk alatt, hogy és gyereket mikor tervez, vagy a várandóságra vonatkozóan nem tehető fel ugye kérdés. Ugyanígy nem kellene ugye ezt firtatni, de hát ugye a magyar valóság azért teljesen más. És én ebben támogatom az anyukákat igazából, hogyha ők szeretnének kicsit átgondolni dolgokat, hogy valami más utat keresni, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami lehetőségként felmerül a számukra, és hogy ezt hogyan tudják menedzselni, hogyan tudnak rá felkészülni most, hogy mondjuk ott van a gyerkőc. Tehát mindig ugye két oldalú a dolog. A munka-magánélet egyensúly az felmerül abban az időszakban, amikor már kisgyerek mellett otthon elkezd az anyuka dolgozni, hogy ezt hogyan oldja meg, ez teljesen más élethelyzet. És más az ugye, amikor már elmegy óvodába, és közösségbe, és vissza valahova. Nagyon összetett a kérdés, de akkor nézzük meg, hogy vannak-e fokozatok ebben, vagy én azt mondtam még így adás előtt, hogy hát vannak-e típusai ennek, ennek a visszatérésnek, és hát vannak. Igen. Például ugye az otthonról való munkavégzés, az talán az első és
legkönnyebb. Igen, hát aki alapvetően mondjuk vállalkozó volt korábban is, vagy olyan munkája volt, amit már home office-ban tudott végezni, esetleg megkérdezheti a munkáltatóját, hogy mondjuk egy 4 órába, vagy alkalomszerűen tud-e dolgozni, és ezt ugye nyilván akkor a kisgyerek alvás idejében tudja, vagy este tudja intézni. Tehát ezt mondom, hogy az időbeosztás, hogyha azt nézzük, hogy a gyerkőc alszik, és ugye nem akkor végzünk házi munkát, erről a múltkor beszéltünk, hogy a gyerekek mellett mennyi mindent el lehet végezni esetleg, akkor el lehet dönteni, hogy most a kedvenc sorozatodnak a teljes évadát fogod végignézni az otthon töltött időben, a hosszú évek alatt, vagy pedig apránként, lépésenként megtanulsz valami újat, tovább képezed magad, vagy hogyha úgy adódik, akkor bedolgozol már a korábbi munkahelyednek. Van-e ilyenkor az édesanyákban bűntudat ezzel az idővel kapcsolatban? Itt említetted a délutáni alvást és az esti órákat. Ilyenkor érzik-e, vagy érezhetik-e az anyukák azt, hogy ez mondjuk egy ellopott idő a gyerektől, hogy ilyenkor nem a farsangi jelmezt varja az anyuka, vagy nem egy 6. muffint süt majd éppen uzsonnára, nem valamivel a családjának kedveskedik, a gyerekeknek kedveskedik, a gyerekekkel foglalkozik ebben az időben, hanem végül is mondhatjuk azt, hogy saját magával. Ez nem, nincs ilyen önzőség gondolat ebben. Ezt jó, hogy megkérdezed, mert ez egyébként egy társadalmi nyomás gyakorlatilag, hogy aki anyukaként otthon van kisgyerekkel, neki az a dolga, hogy egész nap ugye a kisgyerekkel játszom, meg őt szórakoztassa. Most a muffinra visszatérve, nekem a fiaim például vetekszenek azért, hogy kisegítsen, amikor süteményt sütünk, segítenek hozni hozzávalókat, kevergetik, ugye óvodás, iskolás, és már a kicsi is segít. Minden tehát, anyuka hogy, ilyen fiúkról álmodik. Igen, tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez megint egy döntés kérdése, amit ugye mi magunk hozunk, hogy nekünk mi a fontos. És hogyha alapvetően egy házias típus vagy, és szeretsz főzőcskézni, akkor arra is lesz időd. De hogyha nem vagy ilyen típus, akkor ezt meg tudod oldani egyszerűbben, és akkor abban az időben más csinálsz. Tehát én arra törekszem, hogy olyan életet tudjanak az anyukák kialakítani ebben az időszakban is, amikor gyermekkel otthon vannak, amiben ők is jól érzik magukat. Tehát, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy igen a párkapcsolatra is, igen a közös időre a gyerekekkel, és legyen önmagunkra is idő. És hogyha teszem azt, én azt munkával szeretném eltölteni, mert mondjuk én nem vagyok egy ilyen sorozatfüggő, vagy nem tudom, tehát nem barátnőmmel szeretnék csevegni a gyermek alvás idejébe, hanem valami mással foglalkozni, akkor ezt szerintem bűntudat nélkül megtehetik az anyukák. Ugorjunk vissza még a visszatérésnek a fokozataira, ugye volt az egyes számú mondjuk, nevezzük így, ez az otthonról való munkavégzés. A kettes számúnak én azt gondolnám, hogy mondjuk egy ilyen részmunkaidős vagy félmunkaidő, nem tudom, hogy nevezik ezt pontosan, ez egyfajta visszatérési lehetőség. Hát a kicsik szempontjából mindenképpen jó az átmenet, tehát hogyha ők nem voltak közösségben korábban és egész nap az anyukájukkal voltak, akkor nyilván van egy beszoktatási időszak, akár óvodáról beszélünk, akár bölcsiről, családi napköziről. Akkor muszáj, hogy legyen, vagy mondjuk ideális, hogyha van egy ilyen átmeneti időszak? Hát ideális, egyrészt nem csak a gyermeknek nehéz elszakadni az anyukájától, hanem ez azért fordítva is így van. Ajaj. Tehát az anyukáknak is nehéz elszakadni a gyermektől, főleg mondjuk akinek utolsó gyermek, úgymond nekem is ugye a Mátét nehezebb úgymond elengednem ilyen értelemben, mert tudom, hogy nem lesz több. De azért tudatosan odafigyelsz erre, hogy próbálod elengedni. Persze, igen, tehát ez mind a két félnek fontos, anyukának, gyermeknek egyaránt, és ilyenkor szokott az megoldásként szóba jönni, hogy először csak heti 1-2 nap anyuka is ott van a beszoktatás alatt, megnézik, hogy a gyermek hogy reagál ugye a közösségbe, aztán amikor már biztonságban ott is lehet hagyni, hogy nem igényli az anyukája társaságát. Egyébként tényleg vannak gyerekek, akik bemennek, vígan eljátszanak, és csak az anyuka gondolta túl, hogy majd úristen mi lesz. És az anyuka hüppög és törő megeti a könycsekjeit, miközben kifelesétál az óvodával, és a gyermek vissza se néz éppen.
Igen, tehát ugye ez a munkáltató részéről is egy rugalmasságot igényel igazából, hogy megengedjék azt a visszatérő anyukáknak, hogy ezt a beszoktatási időszakot azért a gyermek által igényelt ütemben, ahogy az anyukának kényelmes, és ő úgy érzi, hogy nyugodtan ott tudja hagyni a gyermekét most már egy óvodában, vagy egy bölcsödében, hogy ezt az ütemet tiszteletben tartsák. És akkor mi a harmadik típus, vagy van egyáltalán harmadik típus a visszatérésnek? Hát amikor ugye a gyermek már egész nap gyakorlatilag óvodában van, és akkor teljes munkaidőben, általában azért ez 6 óra szokott lenni, amit ugye az anyukák szoktak szeretni, és ezt kérik a munkáltatójuktól, hogy el tudják reggel vinni a gyermekeket, délután értük tudjanak menni. Ugye ez egy családi logisztika megint, tehát hogy sok helyen látom, hogy apuka viszi, anyuka hozza, vagy fordítva, vagy nagyszülőket is bevonnak, de ugye mondjuk a délutáni dugóval számolva, a rengeteg külön óra majd később, tehát hogy nagyon nehéz ezt menedzselni, és igazából ami még fontos ebben a témában szerintem az az átállás a fejben, hogy átkapcsoljunk, hogy most anyuka üzemmódból a reggeli készülődés rohanás után, most akkor én egy felelős munkavállaló vagyok, aki ott teljesíti a napi 8 óráját, vagy nem tudom én 6-ot, tehát, hogy ez az átkapcsolási időszak, munkaidő végén pedig ugye anyuka üzemmódba átváltani. Akkor van egy ilyen kapcsoló az édesanyáknak mondjuk a hátán, amit csak így át lehet klikkelni? Mert számomra ez egy ilyen, tényleg egy nagyon ideális eset, amit most felvázoltál, de talán sokan beleesnek abba a csapdába, hogy ezt a billenő kapcsolót nem tudják csak úgy átnyomni délután, és mondjuk ott lapul a laptop táskában még nem tudom hány feladat, ami mondjuk este előkerül, vagy mondjuk az úszodában, miközben nézzük, nem tudom, Sárikának az úszó edzését, azon kattog az embernek a feje, hogy mi az, amit még nem végzett el. Teremtsünk egyensúlyt, ez a mai beszélgetésünk címe, hogy hogyan lehet ezt egy ideális világban megvalósítani. Igen, ezen kell egyébként dolgozni sok édesanyával, ez a nehéz, és ugye erre azt szoktuk általában megoldásként kitalálni, hogy az utazási idő az végül is egy ilyen üres járat. Amikor lerakjuk a gyerkőcöt reggel az óvodában, iskolába, és beérünk a munkahelyünkig, és ugyanaz az utazási időszak délután, aki mondjuk autóval megy, az közben zenét hallgat. Tehát, hogy kicsit úgy kiüresíteni ilyenkor a fejet, és felkészülni arra, ami előttünk van, ezt tanulni kell. Igen, mert ez egy olyan változás az életben, egy új élethelyzet alakul körülöttünk, ennek megfelelően ki kell alakítani az új ritmust, az új szokásokat, és ez tanulható. Tanulható, és talán tanulni is kell, vagy fontos lenne, hogy tényleg képezzék az anyukák magukat e téren is. Te mit tapasztalsz a praxisod, vagy a tanácsadásaid során? Mernek akkor az édesanyák ilyen sokak számára talán szégyelnivaló, vagy egy ilyen aprónak tűnő problémákkal hozzád fordulni? Szerintem én elég közvetlen típus vagyok, és nagyon megtaláljuk a közös hangot, hisz én magam is ebben a cipőben vagyok, tehát tudom, hogy miről beszélnek azok az anyukák, akik hozzám fordulnak, és ez nem szégyen kérdése, meg nem bűntudat, tehát ez az a legelső, amit le kell rombolni önmagunkban, fejben helyre kell tenni, hogy nem szégyen. Félve mondtam ki ugye ezt a szót, hogy szégyelni való, de hogy akkor sokan így gondolják, vagy hogy nem véletlen, hogy ez jutott az eszembe. Nem maguktól gondolják így, hanem a külső nyomás az még mindig olyan a társadalom részéről, amit említettem korábban is, hogy nekik van egy igényük, és ezt félve merik felvállalni, mert hogy mit szólnak hozzá mások. És közben igazából az egész helyzetnek az lehet a kulcsa, hogy kinek az életét éled, tehát hogy kinek akarsz megfelelni, és a másik dolog, ami fontos, hogy én azt látom, hogy nagyon sokszor az apukák egyébként ebben támogatják az anyukákat. A gyerekek teljesen jól érzik magukat a közösségben, tehát hogy fölösleges aggódni ezeken a dolgokon, mert minden megy a maga menetében, csak az anyukákban benne van ez a megfelelési kényszer, meg hogy jaj, mit szólnak, közben meg az a kis mag, aki igazából érintett ebben a kérdésben, az nagyon is támogatja ezt a dolgot, tehát egy olyan helyzetet kell kialakítani, ami mindenki
ennek megfelelő. Nyilván, ha azt látjuk, hogy a gyerkőc nem érzi jól magát az óvodában, vagy a bölcsödében, akkor az anyuka keresni fog egy olyan megoldást, ami a gyermek számára jó lesz. Igen, de mondjuk ez az eseteknek tényleg egy kis százalékában van így, és tényleg amúgy egy támogató környezet az, ami körülveszi az édesanyákat, és szerintem ez így van jól. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Kata, ezt a mai beszélgetést is, és sok-sok kiegyensúlyozott boldog édesanyát kívánok. Akkor körülötted jó munkát. Köszönöm szépen.